Rengeteg volt a téli csapadék, most a legfontosabb, hogy a vizet leengedjék a bevetett területekről a gazdák. Aki még ezután vet, az a talajt jól készítse elő, tanácsolja Hajdú Csilla, növényvédő szakmérnök. Az őszi gabona féléknél, ahol már rá lehetett menni a talajra és nem volt belvíz, ott már megcsinálták a műtrágyázást, tavaszi fejtrágyázást a gazdák. Aki még nem, annak a szakemberek azt tanácsolják, hogy egy komoly szántóföldi szemlét tartsanak, mert a gombafertőzésnek már látható jelei vannak, és megszaporodnak a tavaszi gyomok is a kalászosoknál. Rengeteg volt a csapadék, és nagyon sok helyen áll a víz. Legfontosabb, hogy a vizet leereszik, mert ezek a kultúrnövények egyáltalán nem bírják a vízborítást. Én szerintem már így is elég sok kárt okozott a belvíz, de még azért nincs veszve minden. Tehát ez a legfontosabb, hogy a vizet, főleg a vetett kultúrákról, tehát gondolok itt a gabonafélékre, repcékre. A másik ugye a gabonafélék. Ahol nincs belvíz és rá tudnak menni a gazdák a területre, ott már vagy megcsinálták a műtrágyázást, mert ugye február 15-e után lehet a tavaszi fejtrágyázást csinálni, vagy pedig ezután fogják megcsinálni. Nagyon javaslom mindenkinek, hogy egy komoly szántóföldi szemlét tartson, mert az enyhe tél, ez mindenféleképpen, tehát a gomba betegségeknek kedvezett. Tehát szerintem minden gabona, főleg az árpákat, a búzákat is át kell nézni, hogy van-e olyan gombafertőzés, ami ugye már most meglátszik. Most még nem tudunk ellene permetezni vagy kezelni, mert hideg van, tehát a gombaölőszerek azért 15 fok felett tudnak hatni, tehát nem nagyon kell most még ezzel sietni, de mindenféleképpen jó, ha tudjuk, és egy komoly gyomfelvételezést kell csinálni. Na most a gabonáknál, tehát az őszi vetésű növényeknél előtérbe kerültek a T1-es gyomok. Ez azt jelenti, hogy ősszel csiráznak, és nagyon korán tavasszal magot hoznak. Ide tartoznak a Veronika félék, a tyúkhúr félék, és ezek már ilyenkor virágzanak. És ugye minden gazda azt hiszi, hogy ez nem is okoz kárt, de ez olyan, miután a gyomírtószerek nem hatnak ezek ellen a gyomnövények ellen, mert ugye a gyomírtószer virágzó gyomnövényt már nem tud elpusztítani, meg gyakorlatilag a gyomírtás klasszikus időszakára már ezek el is tűnnek, tehát úgy néz ki, mintha nem okozna problémát, de nagyon gyorsan terjednek, és szinte szőnyegszerűen borítják a talajt, és igen-igen nagy károkat okoznak. Tehát ezt mindenféleképpen fel kell mérni, hogy a T1-es gyomoknak a fertőzési százaléka milyen. A repcét is megviselte a tél, de amelyik megmaradt, ott már el kell kezdeni a védekezést, tanácsolja Hajdú Csilla, aki szerint a tavaszi növények vetésével kicsit várni kell. Azt mondják, akkor lehet kukoricát vetni, amikor lehet hemperegni kint a határban, azaz olyan meleg van, hogy már virágzik a kökény is. A másik fontos kultúrnövényünk a repce, ami... Hát, őt is, vagy a repcét is megviselte a tél, de amelyik megmaradt, ott javaslom, hogy a sárga ragaslapokat rakja ki mindenki, hogy a nagy repce szárormányos, amit már most fognak a ragaslapok, de az egyet szám azért még nem olyan, hogy nagyon veszélyes lenne, de mindenféleképpen fel kell készülni a védekezésre. Azért, mert hogyha itt elhalasztjuk a védekezést, tehát megkésünk vele, akkor az a szárormányos belefúr a repce szárába, és odarakja a tojásait, ott fog kikelni a lárva. Ezt kísérleti úton is megnéztük, hogy 10-szeres növényvédőszer adag sem pusztította el a szárban lévő lárvákat. Tehát amikor már ez az állapot bekövetkezik, akkor már a védekezéssel elkéstünk. Most ezt mindenki tudja, hogyha egy növényen egy sérülés keletkezik, akár egy rovarrágás, vagy valami, ott már utat nyitottunk a gombafertőzéseknek, tehát az mindenféleképpen káros. Nem beszélve, hogy a maga a rovar is kárt okoz, plusz még a másodlagos kár, ami keletkezik. Hát a talajműveléssel, meg a tavaszi növényeknek a vetésével, hát azzal egy kicsit még várni kell, mert ugye azt mondják, hogy akkor lehet kukoricát vetni, amikor
lehet hemperegni kint a határban, tehát olyan meleg van, vagy mikor virágzik a kökény, ugye, akkor lehet a kukoricát vetni. Mindenféleképpen jó talajt kell előkészíteni neki a napraforgónak és kukoricának is. Egyenletes, apró morzsás, szinte asztalszerű talajmunkát csinálnak, asztal simosságú talajmunkát, mert a gyomírtó szerek, ugye nagyon sokat mondják, hogy nem hatott a gyomír, nem elég erős, nem még erősebbet kellene, ez nem fedi a valóságot, mert ha nincs rendes talajmunk, akkor ezek a gyomírtó szerek szinte hatástalanok is tudnak lenni. Legfontosabb munka a talaj előkészítése. Szinte asztal simaságú föld kell a vetéshez, mert később a gyomírtó szerek is hatástalanok, ha nincs jól elvégezve a talajmunka, mondta szakember.